a postai úton kézbesített számlákkal egyenértékű elektronikus számlákat eddig is be lehetett fizetni online, de korábban ehhez egy külső szolgáltató is szükséges volt. November 1-től azonban a Nyírségvíz saját e-számla rendszert vezetett be. Az e-számlát társaságunk már 2011 óta biztosítja, csak eddig a D-net rendszerén keresztül tudtuk, tehát mindig volt egy köztes szereplő. És most november 1-től beindítottuk a saját e-számla szolgáltatásunkat, melyet a felhasználók igényelhetnek nálunk. Az e-számlának nagyon sok előnye van, én csak néhányat említenék meg. Az első az például, hogy nincs postázási idő, tehát ahogy a számlát kiállítjuk, rögtön elküldjük e-mailben az ügyfélnek. Nincs elveszett számla, tehát hogy a postás nem jó helyre dobja be. Akinek van internet elérése, bárhol, bármikor meg tudja nézni a számlát, otthon kényelmesen fotelből ki tudja egyenlíteni. Nagyon nagy előnye még, hogy a környezetvédelemért sokat tehetünk, mert hogy a számla kiállítása során nem használunk fel papírt, nem használunk üzemanyagot annak a továbbítására, és a poríték sem keletkezik, mint kezelendő hulladék. Az e-számla szolgáltatást a fogyasztók ingyenesen tudják igénybe venni. Ehhez mindössze regisztrálniuk kell a Nyírségvíz honlapján. Azok, akik regisztrálnak az oldalon, automatikusan részt vesznek egy nyereményjátékban is. A társaságunknak is nagyon fontos, hogy minél több ügyfél igényelje ezt a szolgáltatást, ezért már most november 1-től nyereményjátékot hirdettünk, mely nyereményjátéknak az időtartalma 2022. március 31. És most december 15-én 3 darab okostelefont fogunk kisorsolni, egyenként 100 000 forint értékben, majd a játék vagy a kampány végén 20 darab családi állatkerti belépőt fogunk sorsolni. Az elektromos számlára való áttéréssel kapcsolatban a szakember hangsúlyozta, az ingyenes szolgáltatás igénybevétele érdekében azoknak is regisztrálniuk kell a Nyírségvíz oldalán, akik korábban más szolgáltató segítségével egyenlítették ki vízdíjukat. A Nyírségvíz automatikusan nem veszi át más szolgáltató ügyfeleit. Azok számára, akik továbbra is a hagyományos megoldást szeretnék választani, a postai csekkbefizetés lehetősége a jövőben is fennáll.